Azt álmodtam, hogy valaki elrabolt. Na jól van. Ó, ne. Most mégis hol vagyok? Most tényleg elrabolt valaki, nem már? Na, látom, végre felébredtél. Ne, te vagy a főgonosz, mint a filmekben? Bizony, én elrabolt elek vagyok. És mi van? Ez így nem is működik. Hé, most én vagyok a főgonosz, vagy te vagy? Most akkor mégis mit akarsz? Jó, oké, megértettem. De akkor most mégis mit csinálják? Most hol vagyok, és miért raboltál el? Mindez mit sem számít. Amit tudnod kell, az az, hogy felgyújtottam a lakást, és 20 percet van csak kiszabadulni. 20 percem? Ú, te, tudod, hogy meghaltam. Srácok, nyomjatok egy lájkot, nem akarjátok, hogy meghalljak. Most komolyan elkezdted promózni magad? Inkább lássam a munkának, hát bent fogsz égni, tesó, 20 percet van. Jó, rendben, értettem, munkának látok, és megpróbálok kiszabadulni a 20 percem alatt. Na végre, ne felejtsd, az idő ketyeg, 20 percet van. Vagyis várjunk csak most, ő igazából csak visszament az én WC-mbe. Tehát, hogyha nem szabadulok ki, akkor együtt fogunk színni égni. És sőt, igazából most mit csináltam ugye a WC-ben, most csak benézek. Oh. Hello, hello. Most mit csinálsz itt a sötétben amúgy? Kapcsolok legalább lámpát, vagy valami. Csak várom, hogy ki tudsz-e szabadulni. Vágod pont, mint a fűrészben. És akkor most csak itt fogsz áldogálni addig, vagy most akkor mi van? Ja, mert zavar talán? Zavar? Mondjad akkor. Jó, oké, igazad van. Nem akarok veled verekedni, le is kapcsolom, akkor békén hagylak. Dick, most már kisen látok itt a maszkom alól. Na, itt vagy még egyáltalán? Na, oké. Használd a WC-t nyugodtan. Ó, amúgy jó is, hogy kérdezed, azt ott éppen használni akartam hátul. Köszi akkor. Sőt, akkor inkább vissza is zárlak, mert elbírom képzelni mégis milyen szagok lesznek itt. Hát ezt nem akarom megszagolni. Sziasztok, srácok! Nincsen hangom. Sziasztok srácok! Én viccelek vagyok, és hát most igazán akarok még senkinek sem pocsit küldeni. Lehet ez a legutolsó videó, mivel hogy láttátok, ismételten elraboltak, ismételten ki kell szöknöm, a torkom már nem is az igazi, most keltem fel ugye az előbb a kómából, és hát ugye ott van hátul, a mögött, az ajtó mögött az én fogvatartóm. Bizonyám, hallom az egészet! Na jó, de poént félretéve srácok, még a múlt héten azt hiszem pontosan kedden volt egy olyan videóm, amikor kijátszottunk egy ilyen szökős, házból kiszabadulós játékot. Ugye ez nekem lényegében a gyerekkorom volt, rengeteg online játékot játszottam, és köztük volt sok ilyen házból szabadulós, kattintgatós játék is. És ami nagyon meglepődtem és elképesztően örültem, az az, hogy ti is ezt élveztétek. Úgyhogy srácok, második részt ismét ki fogunk szökni egy házból, annyi nehezítéssel, hogy most kifejezetten 20 perc alatt akarok innen kijutni. Két szempontból is ez nagyon-nagyon jó lesz. Egy az, hogy van benne egy kihívás, kettő az, hogy nem fog lemerülni a kamerám. Na de akkor eszkép elek most igazán beleveti magát ennek az egésznek a sűrűjébe. Srácok, csapjatok egy lájkot most, hogy érdekeltek egy harmadik rész ebből, mert ezeket tényleg szanaszét adom. Úgyhogy akkor nézzük is ez most hogyan fog elsülni. A Carriage House Escape nevű játékot hoztam el tehát, és ez pedig a múltkori játékfejlesztőjének egy következő játéka. Úgyhogy akkor kezdjük is, és lássuk is, hogy is óra 26 van nálam, úgyhogy akkor óra 46-ig fogok csak játszani. Lássuk is, itt egy pillanat, ez ki volt rakva. Váó, hát ez nem is nehéz, igazából itt meg lehet nézni, hogy kell kirakni, jó. Ez akkor az a fajta, amit itt tologat. Ja, de várjál, nem is rossz ötlet, hogy megnézzük, hogy hogyan néz ki, mert akkor látni fogjuk, hogy először a kicsit kell ide felrakni. Jó, most már értem, miért mutatja az elején. Azért, mert hogy ez egy rohadt nehéz feladat. Tehát, hogy kicsi, nem bírom megjegyezni. Kicsi. Hát nem igaz, egy másodperc adja, csak na várj, inkább a színeket nézzük. Citrom, zöld, narancssárga és a kék. Oké, akkor a citromsárga jön tehát ide legfelülre. Ez nagyon-nagyon nehéz lesz, valami azt súgja. Nem tudom ezeket hogyan kell profin játszani. Én most a saját megérzésem alapján így fogom ezt elindítani. Igen, ez netz, mert hogy nem tudom ezt hogy kell kirakni, gyerekek. Mármint, hogy a valóságban még sosem raktam ki ilyen játékot. Gondolom soronként kell menni, és ezt itt folyt. Na jó, akkor még egyszer előről, tehát hogy bal szélén van. Ő ott a középről néz oda. Jó, tudjátok mit? Ezt inkább félretesszük. Inkább ezt tegyük félre egyelőre, és nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak még itt. Lehet majd nyomkodni a virágcserepeket, de majd be kell írni megint egy, nem szót, hanem akár számot is. Jó, ez fura. TV, igen, színezni, nem, színeket kell majd nyomkodni. Halakat kell kiforgatni, hogyha vízszínbe tesszük mindet, akkor történik valami? Nem. Én megpróbáltam igazából. Sőt, inkább fedezzük is fel a házat, hogy hol mik vannak. Ez ilyen, jó, ez könnyű lesz, ezt kitekergetjük majd. Ne, már megint. Ne. De várja, már alapból ez itt már ki van nyitva. Azért néztem is, hogy ezzel most mi van, ez itt már ki van nyitva. Ezt a kettőt kell csak kinyitni. Mármint, hogy idézőjelbe csak. Jó, ezt is ugye megcsináljuk, mik vannak még? Van még egy nagy szoba. Itt egy puzzle, ezt kirakom pillanatok alatt, ott ilyen tehenek vannak. És ez pedig itt akkor a végső szoba, és itt megint ilyen tologatós játék van. Vigyük akkor ki először ezt, hogy már így itt vagyunk. Valószínűleg ugyebár ide kell eljutatni a megjelöltet. Gondolom igen. Na már ezt igazából múltkor is csak össze-vissza húzgáltam, és történt valami.
Igen, ott van a labda, tehát akkor oda kell eljutatni. Ó, ezért most viszont beakadt. Szerintem nem így kell, hanem így, de ez meg... A múltkor deprofin kijött pedig... Aha, de igazából most is ki fog jönni. Nem. Mi itt a baj? Ezt kéne ugyebár levinni. És ezt így meg is tudom csinálni. Igen. Igen. Nem. Vagy igen, megint meg vagyunk. Igen. Gyerekek, erről van szó. Ezt igazából csak húzgálni kell jobbra-balra, azt kész is van. És kaptunk is egy újabb bitcoint, egy pennyt. Itt színeket kell rakni. Oké, akkor igazából eddig ott vagyunk, hogy nem történt semmi előrelépés. Viszont itt akkor kirakom a puzzle-t is nagyon-nagyon gyorsan. És akkor szerintem megint inkább felgyorsítom, az a legegyszerűbb, mert igazából ez felesleges, nézzetek. Jó, ezzel akkor nagyjából már meg is vagyunk. Utolsó darab, a legsatisfyingabb puzzle-nek a berakása, vagy puzzle-nek a berakása. Csak! És már meg is van kettő érme. Jó, hát ez igazából hát nem túl nagy segítség egyelőre. Jó, akkor igazából térjünk ide vissza. Nézzük akkor ezt, hogyan lehetne megoldani. Ezt utálom. Mondjuk ezt azt hiszem tudjátok is, hogy mennyire utálom. A múltkor is legalább vagy egy jó 30 percig szórakoztam csak ezzel. Ja, de várja ezt, hogyha eltolom, akkor nem lesz többé kinyitva. De hát ez igazából tök mindegy, gondolom, mert várja, akkor vissza lehet rá tolni. A lényeg tehát itt az, hogy gondolom kettőt még mindig nem lehet eltolni, így is van. Ezeket kéne akkor úgy kitalogatni a kosba. Ja, várja, hát ez, igen, ez jó, oké. Kezdjük csak újra, tehát ezt így csinálom. Ezt áttolom. Így. Nem ezt akartam. Így, igen, és akkor ezt most rá tudjuk vinni itt erre. És akkor nem bírok körbe menni, hogy ezt lehozzam. Várj, ez most egészen könnyűnek tűnik egyelőre. Hogy csináltam így, így. Hogyha viszont így áttolom, igen, akkor ezt le tudom ide hozni. Ja, hát ennyi. Nem ennyi, mert ott meg nem tudom visszafelé vinni. Fú, te. Úgy érzem, hogy nagyon közel vagyok a megoldáshoz. Tehát, hogy ez eddig így, ez így szerintem jó. Na most várj, először is amúgy ezt ide tudom csak kinyitni, ez fix. Ugye ezt, hogy itt áttolom, akkor lekerülök oda, onnan már nem tudom majd visszatolni. Vagy viszont ezt lefelé? Ja, akkor nem tudok ott elférni. Igen, ez így nem jó semmiképp. Ezt mindenképpen fölfelé kell, hogy eltoljam. Jó, ez mégsem annyira egyszerű, mint az elén, ezt én gondoltam. Igen. Szerintem most a jó. Mert hogy ezt el lehet tolni ide még nyugodtan. Igen, most lesz a jó, most a jó. Ezt hogy elsőre megcsináltam, jó, azért nem akarom még itt elkiabálni túl korán, de szerintem ezt így fogjuk. Átvisszük ide. Nagyon most roncsom el, szerintem így. Igen, megyünk még egy nagy kört. De megint nem jó, már megint nem jó, mert hogyha ide átviszem, akkor már nem fogok elférni, ezt inkább egyet tovább tolom. Mert ugye a lakatokat nem tudod ugye elmozgatni, hogyha... Vagy mi? Lehet, hogy most hülyeséget csináltam. Nem, most... De nem jó! Nem jó, mert ott meg a sarokba fog már beszorulni a lakat, és... A fenébe! Most fix, hogy ezt elrontottam. Szerintem konkrétan 2 másodpercre voltam a megoldástól, és elrontottam az egészet. Na még egyszer akkor. Tehát akkor ugye itt voltam az előbb. De nem, mert most ebbe zártam azt a helyet ott a hátulján. Szerintem ez kb. Ugyanúgy fog kinézni, mint a múltkor. Ami azt jelenti, hogy szerencsétlenkedni fogok jobbra-balra, de már azon a ponton vagyok, hogy nem baj. ez együtt jár ezekkel a videókkal, a szobából kiszökésekkel. Nem jó, akkor viszont ez így most már megint nem jó. Jó, szerintem most van meg az elképzelés. Tehát ez ugye ez így most így jó. És akkor azt hogy csináltam az előbb? Ezt elviszem oda. Azt leviszem oda. Így. Jó, most már tényleg olyan, mint hogyha ezért csinálnék, mint hogyha speedrunoznék a pályán kb. Igen. Nem. De, ezt meg vissza lehet hozni. Méghozzá így ezt vissza tudom még innen hozni. Jó, oké, ez így most okés. De most már megint a legalsó lakat. A Istenem, gyerekek. Áttegyem ezt én most ide? De várjál amúgy, de megint nem jó, mert megint beakadt ott, Istenem. Jó, a trükk az, hogy sosem szabad lezárni mind a két oldalról ezt a fordulót. De már most megint lezártam, Istenem. Na várjál, akkor most logikázok egy kicsit. Igen, most az elképzelésem alapján ez nagyon-nagyon
Jó. De már megint ott felejtettem az alsó lakatot, és már megint beakadt. Nem, várj, ez most már jó, nem? Na most ne roncsolj, mert szerintem... Hú, te végre! Mikor kezdtem? Szerintem már lényegében már játszok kb. 20 percet a pályával, és eddig ezt teljesítettem még csak, és hát és még hátra van egy csomó minden, például most akkor nézzük meg ezt. Jó, a gyerekek, szerintem igazából neheze az már megvolt, mert hogy azt a cuccot megcsinálni, az egy borzasztó kihívás. Itt amúgy nem volt ez elején egy ilyen... Nem mutatta meg egy másodperc, hogy hogyan kell megcsinálni. Szerintem... A sarkait azt így bepörgetem ide. Ez egy szót fog kiadni. Nem, ez a izét, azt a három egyik karakter kombinációt fogja kiadni. Igen. G... Vagy most mi ez, miért ennyire fura? Ez így most jó, igen, ez így most jó. Jó. És jó, tehát akkor G2M, G2M, ezt tudjátok, hogy hova kell. Ez ide, a ide kell. G2M, nem tudom, mi fog történni. Na, mindig túlnyomom a G betűt, G2M. És kaptunk egy kacsát, jó. Oké, hát srácok, eddig igazából én már belőrültem félig ebbe a pályába. Legalábbis abban a lakatos feladványban már minden rémálmom benne volt. Oké. Ezt rögtön kiszúrtam, ezt a lámpát. Középső állás, első, második és negyedik állás. Ezt tudjátok, hogy hova kell. Első... Hogy volt? Első, második és negyedik állás? Hogy volt a lámpa? Mi van? Tehát, hogy 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Szerintem így van. 3, 1, 2, 4. Mi van? Miért nem jó? De nem így van. Nem értem. De sehogy nem adja be. Na várjál, hogy van ez? Így kéne pedig lennie. Miért nem jó? Jó, oké, akkor ez nem ide kell. Lehet, hogy van máshol is ilyen? Vagy valamit ennyire félrenéztem? Mert a múltkor is azért volt egy-két alkalom, amikor nagyon félrenéztem a dolgokat. Mindegy, akkor egyőre meg nézzük más feladványt. Mint például... Ezt nagyon el akarnám kerülni, mert ez borzasztó nehéz. Ilyet sosem csináltam eddig. Egyébként valószínűleg fentről lefelé kell kitenni. Mi ez, hogy sohi... Ó, hogy kaphatunk ilyen segítséget, és akkor nem kell megjegyeznem. Az mondjuk úgy segítség tényleg, hogyha nem kell mindent megjegyeznem. Na várjatok, hogy kell ezt csinálni, hogyha oda akarok menni, hogy így, igen. Jó, igazából csinálom magamtól, és amikor majd nagyon elakadok, akkor folyamodok majd csak segítséghez. Ez eddig jó, hát most ide igazából honnan tudja, melyik árnyalatot kell ebből betenni? Ezt kell betenni, hát ezt nem találtam volna ki magamtól, úgyhogy ezt most inkább megnéztük így. De várjátok, igazából lehet nem is annyira nehéz ez a feladvány. De túl korán beszéltem. Így, ugye? Az volt a hármas? Igen, és akkor most kell ide egy négyes. Ami pedig itt van. Nem, azt nem szólnak kivenni. Hogyan kell azt mellé rakni? Ezt kell innen kiszedni a sarokból, most ezt a kettőt kell felcserélni. Mi van? Aj, gyerekek, ilyet sosem játszottam eddig. Már itt a valóságba. És most melyik a hármas? Ez, ugye? Igen, akkor most ezt kell betenni. De ez meg hogy megy be akkor oda? Hát csak akkor, hogyha oldalról teszem bele. Tehát így. És akkor most meg az hogyan megy bele? Úgy, gyerekek, ez olyan, mint egy Rubik kocka. Csak ezt nem tudom, hogyan kell kirakni. Most komolyan meg fogom tanulni ezt a puzzle játékot egy videó kedvéért? Az mondjuk nem kis pálya. Ú, ez itt most pont jó helyen van. Ez mondjuk igazából csak véletlenül. Igen, akkor most melyik a négyes? Ó! Oh! Oké, nem tudom, mi történt, de most jó lett. Akkor most maradjunk annyiba, ez eddig jó. Oké, elérkeztünk akkor ide is, ahhoz a ponthoz, amikor leállt a felvétel, mert túlságosan régóta megy. Úgyhogy akkor most nézzük tovább. Tehát az ötös számot akarjuk most épp betenni. Én akkor egy kicsit rá is gyorsítanék erre a játékra, mert hogy ténylegesen... ez egyébként itt így jó lesz, oké. Ide kell akkor valószínűleg ez a sárga, tehát hogy ezt így. Tökéletes. Ide most kell az, ami ez. Tehát, hogy ezt most nem így. Valahogyan így kéne. De ez így most csak egy körforgás, ez így most nem segített. Tehát, itt most igen. De nem jó, megint csak körbeforgatom, gyerekek. Ez igazából csak a szerencsém múlik, hogy éppen mi történik, már nem azért. Már így nyilván úgy nekem, hogy nem értek ehhez a játékhoz. Alulról is, hogy be lehetne akár ide ezt tenni, most nézem. Aha, így bizony.
Ja, de várjál, ennek semmi értelme, mert össze ezt kellett volna kiraknom. Mindig soronként kell menni mi. Ennek a játéknak az a lényeg, hogy ezt sorba rakjad ki. Hetes számú az akkor most ez. Hát akkor most szét fogom kapni az egészet, mert hogy ezt soronként kell kirakni szerintem. Legalábbis így, igen. Jó. Melyik akkor a 8-as? Ez kell ide. Jó. Jaj, de most már megint hogy fogom ezt betenni oda? Hogyan tegyem bele ezt oda? Most ez nem is romlott még amúgy eddig. Ez így most tök menő. És akkor most a 7-es kéne feltenni oda valahogy, akkor meg ez történik. Ez a játék de rossz. Ne, most elrontottam azt is, mit csináltam? Nem nagy a probléma egyelőre. Nem, az a baj igazából, hogy kajak csak nyomogatom jobbra-balra, hát ha történni fog majd valami. De nem, szerintem megfejtettem egyébként, nem csak jobbra-balra nyomogatom most, mert nagyjából érzem. Tehát, hogy ilyen körforgásba kell itt gondolkodni, mint az életörök körforgása. 10, idején a 11-est kérjük. De a legalsó sort az hogy fogom forgatni, tesó, hogyha te se férek már, tehát érted, mit most mire gondolok. Tehát, hogy oké, és hogy, de most meg elrontottam az előző sort. Hogyan is csináltam ezt? Így. Aha, igen, értem félig meddig. Igen, ezt ide bepörgetjük. Mi van? Hogy van? Tehát ide kell egy 11-est, vagy a 10-es most ide be kéne, hogy tegyük valahogyan. Így. Ú, de jól néz ki ez a hal itt most. Ja, sőt, ezt kell amúgy ide tenni most, várjál, egy kicsit elcsúsztam a sorokkal. Öreg, ez rohadt nehéz. De így meg megint nem jó, most meg ki van cserélve ez. Igen, addig volt könnyű, eddig az egészet el tudtam még mozgatni jobbra-balra. Várjál, most mi történik? Várjál, most mi történik? Nem jó. Közel vagyunk már. Mondjuk már fél órája vagyok közel hozzá. Ja nem, ezt kell oda. Ja, de egyszerre tudok akár hármat is. Tesó! Ezt nem mondod, hogy az egészet el lehet akár mozgatni. Azt hittem mindig csak egy-egyet lehet elmozgatni. Istenem, egy most az egész egy új világot nyitott ki előttem. Hát ezt a kettőt én most tudom egyszerre is mozgatni akár. Fú, tehát ilyet is tudok akár csinálni. Ezt tudtam volna, akkor érted? Akkor egy teljesen más játékot játszanám, mert akkor így, illetve nem így, hanem így. De mondjuk ez most megint nem vettem jobb. De érted, tehát ez így most... Ó, Istenem, hogy ilyet is lehet. Vagy várj, ez így most egy sorban van, ugye? Tehát, hogy 9, 10, 11, 12-es kell akkor ide majd még mellé. Igen, itt már voltunk egy párszor. Szerintem most rosszabbul állunk, mint egy pár pillanattal ezelőtt, ahogy álltunk. De ezt itt már nem merem igazából megbontani, mert hogy az ott konkrétan jó helyen van. Ezt a kettőt kérem úgy még körbe cserélni itt valahogy ezen a sarkon. Hogy lehetne azt megcsinálni, hogy érted? Fú, mennyit kell majd vágni ezt a videót, hallod, ez nem lesz akármi. Igen, de aztán meg ezeket is jól kéne berendezni amúgy meg. Most konkrétan úgy játszunk egy játékot, hogy eddig soha életemben nem is játszottam. De a lol, mennyire jó! Nézd meg, de jól vagyunk itt már, csak ezt kéne oda átvinni valahogy. Jó, megint belek, hogy rondítsak ebbe, nem tudom, mi fog ebből kisülni, de ezt át kell vigyük ide. Jó, egy fokkal most jobbak vagyunk. Várjál, ez, hogy most értettem meg. Azt a rohadt, szerintem most. Jó. Gyerekek, ez az egész calculated volt, all planned, ezt így akartam. Hú, hát egy újabb 20 perc ment akkor még egy minigémmel el. Igazából már rég meghaltunk volna, hogyha tényleg időre menne. De sikerült, és itt most vannak benne színek. Na, hogy azt mondta, hogy csak a színek miatt raktam ki ezt a játékot, mert ezt akkor én megőrülök. Citromsárga, zöld, narancs és ilyen türkiz. Citromsárga, zöld, narancs és ilyen türkiz. De várjál már, mert ez így most mi? Hol kellett még színt rakni? Citromsárga. Nincsen citromsárga, akkor ez nem ide kellett. Hát igazából nem tudom ezt most miért csináltam meg. Mit jelenthet még ez? Ugye a színeket látom. Hát ezek azok a színek. Várjál, csak a halaknak kell. Tehát ugye most ezt csináltuk, a halakkal játszottunk, akkor ez most mit csinál? Forgassam ki úgy, hogy melyik irányba néznek? Szerintem az lesz, igen. Tehát akkor a zöld és a türkiz néz bal oldalra. A zöld és a türkiz, ez néz balra, ez néz balra, ez jobbra, és ez is jobbra. Ennyi. Így mert akkor értem nagyjából, és kaptunk egy ilyen tehén fejet. Ezen ilyen levél van egyébként, hogyha megnézitek, hol vannak levelek. Na nézzük, várjál, ide ezt be tudjuk majd tenni. Kell balra, jobbra nyomkodósat játszani majd. Itt van úgy még egy ajtó, most veszem csak észre. Miért van az, hogy ezt megnyomom, akkor itt kinyílik az ajtó?
Ez most mi? Ez valami bug lenne? Nem tudom, mi történt. De jó. Nézzük csak, mik vannak még itt. Itt, aha, itt vannak ilyen levelek. Szerintem itt az lesz, hogy csökkenő sorrendben, hogy jobb, bal, jobb, bal, érted, mire gondolok. Tehát, hogy jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Egyszer csak felváltva kell nyomkodni. Mert ugye, ja igen, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Igen, ez volt a megfejtés, kajak, hogy hogy jöttek lefelé a levelek. Akkor már van két ilyen fejünk is. Mi az, amit nem használtunk még fel? Amin, hát nyilvánvalóan ugye ezt nem használtuk még fel, de valamiért ezt nem is akarja kiadni. Akkor mit tudunk még felhasználni? Ebből a szobából például ezeket nem használtuk. Mi lenne, ha betennénk ezeket a jelzetből? Még nincsen meg az elég számú. Hova kell tenni ezeket a pénzérméket? Hova kell tenni ezeket a pénzérméket? Nem is látom. Nem tudom, hogy itt mit rontottam el. Mert ennek így kéne kinéznie, nem? Most ez kinyílt? Oké, nem tudom, mit nyomtam utoljára. Szerintem akkor sikerült eltalálnom mégis a dolgot, vagy egyel kevesebb. Nem tudom, mi történt, majd visszanézem a felvételt, nem tudom, mi történt, de sikerült kinyitnom minden esetre. Úgyhogy igazából, igen, valószínűleg ez volt a megoldás. Na mindegy, akkor most egy kicsikét életerőre kaptam, igaz, hogy már vagy 30-40 perce megyünk. Erről még nem derült ki semmi. Színekkel mit lehetne kezdeni? Hol vannak ilyen színek? A párnák például, azok színesek. Egy narancssárga, zöld, egy lila. Narancssárga, zöld, lila. Ezt meg csak megforgatjuk, hát történik valami. nem, azért annyira nem egyszerű a helyzetünk. Itt vannak könyvek, amik színesek. Lila, zöld, kék, narancs. Lila, pont elnyomtam, lila, zöld, nem tudom melyik zöld volt. Nem tudom melyik kék, egy kékből csak egy van. Lila, zöld, kék, narancs, így volt ugye a felállás. És akkor most kipörgetjük azt a zöldet, amelyik árnyalat kell. Az kellett, jól van akkor srácok, ezzel már meg is vagyunk, mert azt hiszem, hogy ebből 4 darab kellett, ezt megkapjuk, kapunk egy ilyet, amit átteszünk ide, és akkor egyelőre itt tartunk, mert igazából nem sikerült tovább jutni. A bal jobb dolgot, ja, azt már egyszer eljátszottuk. Akkor hol lehet még, mi alapján lehet még bal? Azt, hogy merre néz, azt már mondtam, hogy jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal. Hát, ha lesz valami. De milyen jó hangja van. Ej, ilyen DJ-t le lehet itt nyomni, srácok. Ha már más nem is. Mit nem használtunk még fel, ami esetleg hatékony lehetne valamihez? Mondjuk arra jöttem rá, hogy itt ezeket nem használtuk fel, mert ezeket meg lehet nyomkodni. Szóval ezeket így meg kell nyomkodni valami alapján. Ugye, ha megnézed, akkor ezeknek a halaknak az uszonyai néznek így ki. Ugye? Hogy sárga, zöld, narancs, kék. Sárga, zöld, narancs, de pont ez a kombináció van itt is. Láttok rajtuk valami különlegeset? Az, hogy ki mennyire lóg ki a képből, tehát ez az első, ez a második, ez a harmadik, ez a negyedik. Tehát narancs, sárga, türkiz és zöld. Narancs, sárga, türkiz, zöld. Narancs, sárga, türkiz, zöld. Nem tudom, srácok, nem tudom, hogy ezt most mi alapján kéne, de amúgy mivel kettő szín is van rajtuk, ezért szerintem kétszer kell majd megnyomni azt, amit meg kell majd nyomni. De mi alapján nyomjuk meg őket, hogy ki merre néz? Vagy mi van akkor, hogyha még egyszerűbb is egyszerűen csak növekvő sorrendbe kell őket bepötyögni? És ugye mivel kettő van, ezért kétszer. Nem biztos, mondjuk, hogy kétszer kell, de nézzük akkor azt, hogy zöld, citrom, narancs, türkiz. Zöld, citrom, narancs, türkiz. Akkor kétszer zöld, citrom, narancs, türkiz. Hopp! Hoppá, hoppá, hol vagyunk, srácok? Már legalább vagy 40 perce játszunk, vagy 50 is. Kaptunk egy ilyet, és az azt hiszem a harmadik volt ide, és az akkor lehet, hogy adni fog egy érmét nekünk, ami pedig ki... Ó, ott a kulcs! Akkor megvan a kulcs anélkül, hogy felhasználom. Nem jó, valami nem jó megint, ez is itt hiányzik. Akkor lehet, hogy ezeket a szobákat kell... Ó, most kinyitottam egy szobát, és be is tudok jönni egy szobába, ahol... Igen, ez valószínűleg az, hogy jobbal, jobbal. Ide jönnek ezek, oda meg egy kód. Oké, akkor jobb, jobb, bal, bal, bal. Mi van? Jobb, jobb, bal, 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 jobb. Jobb, jobb, bal, 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 jobb, 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 bal, 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 jobb, jobb. Oké, kaptunk még egy érmét. És az érmét azt ide... Ja, azt meg oda tudom berakni, ott kapok majd mindjárt még egy kulcsot. Gondolom, mert akkor ez meg ehhez az ajtóhoz kell majd. Igen, itt most vagyunk. De mennyire király már, srácok, hogy össze-vissza be kell menni jobbra-balra, mindenhol ott vagyunk.
Jó, itt vannak ilyen szimbólumok, amiket még eddig életemben láttam. Úgy, egy párkereső, ezt meg tudjuk csinálni, és igazából ennyi. Csak ha nézzük is, hogy ú, de furán néznek ki ezek az alakzatok, ezt nagyon nehéz ezt megjegyezni. De ez nem tehén volt. Fú, akkor szerintem ezt most felgyorsítjuk. Mi ez, nem ugyanaz? Jó, mert nem mindegy, hogy milyen szögből nézzük. Hát ne mondjad már. Hú, hát srácok, ez így konkrétan borzasztó volt, hogy ugyanazok az alakzatok vannak, csak más szögből is, azért nagyon-nagyon nehéz volt ráállítani az agyamat, de végre akkor ezzel is megvagyunk. Kaptunk egy ilyen csirkét, amit meg be kell tenni ugyebár a csirkékhez, amiben még nincsen meg a három, úgyhogy akkor nem vagyunk készen, menjünk csak vissza. Itt is, hogy be kell rakni egy ilyen sorrendet, az előbb ez volt a sorrend, ami megint működött akkor. Jó, ezt igazából csak rápróbáltam, és kaptunk egy távirányítót, ezt még nem használtuk fel, de most átmegyünk a tévéhez, bekapcsoljuk, és itt vannak akkor ezek. Cukor, csont, születésnap, húember, karácsony. Cukor, csont, születésnap, húember, karácsony. Azt hiszem így volt. Aha, oké, jó, meg vagyunk. Akkor ezzel most rajzolni kell a táblára. Ja, ez nem a tábla, hanem... De valahol van egy tábla, ez az? Nem. Ugye ez volt a múltkori részben is konkrétan ugyanez. És akkor megint ki kell számolni azt, hogy ez 1 meg 4 az 5. 2 meg 5 az 7, meg 5 az 12. 3 meg 6, 9, meg 12, 21. Tehát mindig hozzá kell az előzőt, akkor ez 18. meg 21, és ezt hova kell most... Jó, de a két számjegyűhöz kell beírnunk, oké, tehát akkor ez, tehát 18, 39, jól mondom, ebben 39-et kell, akkor beírunk ide. Vagy mi, hova kellett kódot beírni? Ide. 39, és akkor ez lesz a vége? Elszámoltam valamit? Valamit lehet, hogy elszámoltam. Mi volt a feladvány? Tehát mindig hozzáadjuk az előzőt, ugye? 7, meg 5, 12. 9, meg 12, 21. 18, meg 21. Hát de az nem 39? Miért nem jó 39? Tesó, miért nem jó? Miért nem jó 39? Pedig biztos ez a megoldás. Oké, tehát hogy ez biztosan nem lesz jó, mert hogy beírtam 20 fajta képpen, úgyhogy keresünk egy új fajta rendszert ebbe. Közben az a legrosszabb, hogy rendesen érzem már, hogy fárad az agyam, mert már konkrétan már majdnem egy órája játszunk. Ú, ez még nehezebb, mint a múltkori. Megint leállt a felvétel, mert már megint eltelt fél óra, viszont szerintem kijön egy olyan szabály is, hogy egy szer megszorozzuk ugye ezt, az 4, és hozzáadjuk ezt, tehát hogy 1x4 meg 1 az 5. 2x5 az 10, meg 2 az 12. 3x6, az 18, meg 3 az 21, ugye? És éppen ezért 8x10 az 80, meg 8 az 88. Ez lehet, hogy nagyon összetett, de mivel az összes helynél működik, nem mint hogy az előző megoldásunk nem működött volna, illetve hát a legelsőnél ugyebár nem működött az előbb, mert ott nem tudtunk itt mit hozzáadni. Mindegy, értitek, ezzel megszorozzuk a következőt, és aztán hozzáadjuk még egyszer az elsőt. Tehát 88-at beírunk, és ugye sikeresen beírjuk. Én már nem nagyon reménykedem, mondjuk. Dehogy nem, ott is van, srácok, megvan akkor még egy ilyen kacsa, ami a harmadik volt innen, és ott a kulcs, és ez már a végső kulcs lesz, azt hiszem, azt a mindenit. Húzzuk is rá az ajtóra, nézzük is, hogy mi van. Great escape. Istenem, de jól esik már végre ezt befejezni. Jó, hát srácok, most akkor ezt nagyon gyorsan, rövidre fogom zárni, mert már ki vagyok száradva, tiszta éhes vagyok. Az volt a tervem, hogy 20 perc alatt ezt most gyorsan felveszem, aztán elmegyek ebédelni. Mi lett ebből? Több mint egy órán keresztül játszottam, és hát valószínűleg még 1-2 óra lesz ezt majd megvágni is, mert hogy ja, elég sok a nyersanyag. Úgyhogy srácok, mindenképpen csapatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, hogy ti is élveztétek. Én igazából ezeket szétadom. Elég nehezek, meg hát elég összetett feladatok vannak benne, de tényleg igazából imádom, hogy mennyire sok minden van benne. Konkrétan ma megtanultam játszani egy olyan játékkal, amit soha életemben nem csináltam még, ez meg ez a tologatós cucc, amikor egy kocka kimarad, és te pedig így tologatsz, és így körbe-körbe kell menni. Szóval azt most konkrétan saját magamtól tettem ki lényegébe, amit ha belegondolsz, mennyire király már, mint hogy most megtanultam a Rubik kockázni a semmiből, csak úgy. Úgyhogy tényleg csapatok egy lájkot, ha élveztétek, és mindenképpen írjátok meg nekem a kommentekben azt, hogy még érdekeltetek több ilyen kiszabadulós játék is. A múltkorit nagyon szerettétek, remélem, hogy ezt is élveztétek, de úgyis már látni fogom a visszajelzésekből, 3000 lájk után folytatás, mindenképp iratkozzatok fel rá, hogy nem akartok lemaradni, én pedig most lépek is ebéd, elek. Úgyhogy köszönjétek srácok a figyelmet, holnap is még találkozunk, addig is még, sziasztok!